Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai 2018. évi digitális témahét támogatására létrehozott webinárium sorozat programján. A mai előadóink Vanya Lukács, Imola és Koltai Eszter, a Mobidig program trénerei és digitális pénzügyi oktatás a Mobidigben, mobil digitális iskolában címmel fognak előadást tartani. Szokás szerint, aki már korábban csatlakozott, azt tudja, hogy egy jobb alsó sarokból a cseten keresztül lehet kommunikálni az előadókkal, kérdéseket lehet föltenni, illetve a webinárium végén ott közé fogunk tenni egy linket azok számára, akik esetlegesen igazolást szeretnének kérni. És akkor átadnám a szót az előadóinknak, és jó előadást kívánok nekik. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, nézőinket, és nagyon köszönjük, hogy a tavaszüzenet első szomorkás délelőttét velünk töltik. Egy vidám játékos kis program órával készültünk, és szeretném bemutatni a kollégáimat, az előbb már itt összebújtunk, mert hogy mi egy utazó pedagógus csapat vagyunk. Vanya Lukács, Imola és Horák Nikoletta vannak mögöttem, Niki a pénzügyi programunk koordinátora, Imola pedig a Mobidig programban jobb kezem. Ők fognak a chat falon válaszolni az önök kérdéseire, Olá Máté mellettem pedig a műszaki kollégám, aki éppen most el is meg is mentette a helyzetet, úgyhogy mi mindannyian itt leszünk, és mi is játékosként majd be fogunk, és hát ők be fognak nézni a programot. Az én nevem Koltai Eszter, én vagyok a Mobidig program koordinátora, vezetője, de hát nem csak a Mobidigről fogunk mesélni a mai napon, hanem sok minden mással is készültünk, pénzügyi tananyag, pénzügyi tudomány megfogalmazása a digitális pedagógiai módszertanokkal, ez lesz a mai témánk. Ennek az egésznek keretét, amit is Mobidig programunk adja, amit engedjenek meg, hogy röviden egy pár szóban az első 5 percben bemutassak, utána a Bank Velem programról lesz szó, amely több iskolát átfogó pénzügyi oktató program, majd megnézzük a pénziránytű alapítvány oldalain a játékokat, végül pedig egy közös játékkal készültünk. Úgyhogy szó lesz ma mindenről, de nem csak oktatásról, hanem természetesen játékról is. Kipróbálunk mindent, amit mi a gyerekeknek is tanítunk, immár a 4. éve, mert hogy mi 4. éve vagyunk úton. Kezdjük tehát a Mobidikkel, ha minden jól megy, akkor most látják azt, ami az én képernyőmön van. A Mobidik egy mobil digitális iskola, idén év elején indult útjának ez a projekt. Egy pár fotót szeretnék bemutatni, és egy kis filmet elindítani rólunk. Sajnos most nem tudtunk a Mobidigből bejelentkezni, de itt áll hozzá közel, viszont minden eszközt felhoztunk, ami a Mobidigben elérhető és megtalálható. A Mobidig, tehát mobil digitális iskola, tulajdonképpen egy utazó osztályterem, ez egy irodakonténer, ami high-tech módon lett átalakítva, beleszuszakoltunk mindent, ami ma a digitális oktatásban elérhető legmodernebb vívmány technika, és nem csak eszközök terén, hanem szoftverek, applikációk terén is. A Mobidig belső rendszerében, belső kialakításában nagyon sok rugalmasságot enged, csoportmunkára, egyéni munkára, egyéni munkával való oktatásra ugyanúgy alkalmas, mint a frontális oktatásra. Laptopok, notebookok találhatók benne, én is most az egyik ilyen HP notebookról jelentkezem be éppen. És ezen kívül Lego robotikát oktatunk, van 3D nyomtatónk, és nagyon sokféle osztálymenedzsment rendszer is működik nálunk, nem csak a Samsung Smart School, hanem most már a Classflow rendszere is fut. Ugye említettem a Lego robotikát, ezeket majd itt be is fogjuk mutatni, vagyis talán önök már látják is a képet, nem csak Lego robotaink, hanem velünk van például a Vidu is, azon kívül a 3D nyomtató is itt látható mögöttem. 3D nyomtatás, így van. Ezeket az eszközöket is megpróbáljuk az oktatásba bevonni, tananyagokat is fejlesztünk. Na, megpróbálok akkor hangosabban beszélni, és köszönöm a visszajelzéseket, és kérem is, hogy közben mindig jelezzenek. Ja, lehet, hogy azért halkultam le, mert a zenét levet. Hopp! Így. No, mit is oktatunk pontosan a Mobidigben? A hagyományos tanórákon kívül, biológia és matematika órákon kívül, és van irodalom óránk is, próbálunk olyan tananyagokat bemutatni, amik tanrenden kívüli tananyagok. Persze a programozás és az informatika az alapvető,
de pénzügyi tudatosságot is oktatunk a pénziránytű alapítvány támogatásával, ezekről lesz a későbbiekben szó, fenntarthatóságot is oktatunk, és készültünk egy múzeum pedagógiai módszertanokra alapuló órával is, amit április 4-én az este 7 órás webináriumban fogunk majd bemutatni. A Moby Dick útja során 15 hétig utazott az év első felében, utána konferenciákon vett részt az év második felében, egy Fix Rating nevű alkalmazással egy 6000 diákot felölelő kutatást végeztünk. A kutatás lényege az volt, hogy a gyerekek milyen eszközhasználattal bírnak. Ez talán ma már nem új információ, hogy minden gyereknek a zsebében ott van a mobiltelefon, a tablet a kezében, de ezeket nem tanulásra használják. Ez a mi célunk, mi egy olyan utazó tanterem vagyunk, egy olyan tanműhely, ahol tananyagfejlesztéssel, tanárképzéssel foglalkozunk, és próbáljuk kitalálni közösen önökkel, pedagógusokkal, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket bevonni. No, mi is a rendszer, ami mi mögöttünk áll. Ez pedig nem más, mint a Pont Velem program, és ezen a ponton meg is kérem önöket, akik hallanak minket, vagy néznek minket, és most remélem már jó a hang. És jól hallottam, hogy legyenek kedvesek, írják meg nekünk, hogy ismerik-e a Pont Velem hálózatát. A Pont Velem egy 1100 iskolát összefogó fenntarthatósági programot, pénzügyi programot kínáló hálózat. Alapvetően fenntarthatósági hulladékgyűjtésre ösztönzi a gyerekeket, és erre ráépült egy pénzügyi tudatosságot oktató program sorozat, amiről szeretnénk most önöknek beszélni. Van egy karitatív érzékenyítő oldala is, és hát természetesen rengeteg játék ezen a felületen. A Pont Velem okos program lényege, hogy a gyerekeket ösztönözzük hulladékgyűjtésre, elemeket és használt mobiltelefonokat lehet összegyűjteni, és ezeket, hogyha beküldik hozzánk, akkor a gyerekek pontokat kapnak cserébe. Nem csak hulladékgyűjtéssel, hanem különböző tudástesztekkel, zömmel pénzügyi kérdéseket tartalmazó tudástesztekkel is pontokhoz lehet jutni. Ezek a pontok úgy viselkednek, mintha pénz lenne. A gyerekek ugyanúgy tudnak gazdálkodni a pontjaikkal, a pontbankban olyan funkciókat tudnak kipróbálni, ami a való életben majd az igazi pénz használat során is előkerülhet. Ezekről fogok mindjárt a következőkben beszélni. És természetesen, hogy a való életben is dolgozunk, mint a munkánk van, fizetést kapunk, ez a gyerekeknek a pontjai, a pontokkal gazdálkodunk, ezeket tudják a pontbankban kipróbálni, és utána ezeket a pontokat beválthatják a pontboltban, vagy karitatív célra fel tudják ajánlani, a Mátai Szeretett Szolgálattal dolgozunk együtt, vagy különböző élményajándékokat, tárgyi ajándékokat tudnak a pontboltban vásárolni. Nézzük, hogy hogyan épül fel a Bank Velem program. A Bank Velem programon belül most a pontbank funkciót és a játékbankot szeretném önöknek bemutatni, ugyanis ez az a digitális része, amit önök is könnyedén bármilyen tanóra keretében be tudnak vonni akár, és egy picit a pénzügyekről beszélget. Pénzirányítő Bank Velem program immáron negyedik éve utazik, évről évre 100 iskolát látogatunk meg pénzügyi tananyagunkkal, ez korosztályra bontott, vannak alsós tananyagaink, felsős tananyagaink és egy nagyon klassz utazó játszóházunk, ami a családi költségvetés, a bevételkiadás, a tudatos pénzkezelést próbálja oktatni, és természetesen a bankjegy ismeretet, hiszen ez is a tudatos pénzügyi gondolkodás egy fontos rész. A gyerekek a pontjaikat természetesen regisztráció után a felületünkön, amit majd mindjárt meg fogok mutatni, a pontbankban tudják gyűjteni. Nézzük is most meg pontosan, hogy a pontbank mi minden funkcióra alkalmas, és most engedjék meg, hogy megmutassam önöknek a Pont Velem főoldalát. Itt látható. A Pont Velem program oldalán rengeteg információ található. Ugye a Gyűjts Velem ez a bizonyos fenntarthatósági láb, amit az elején említettem, és itt van a Bank Velem füleste alatt minden, ami a pénzügyi oktatáshoz tartozik. Az utazóiskola program az a program, amit meséltem önöknek, hogy házhoz is kiutazunk. Hűha, még hangosabban? Megpróbálok, azt nem tudom, hogyha én itt esetleg
Kiabálok, rendben. Na, akkor megpróbálok, bocsánat, még hangosabban beszélni. Közben viszont én annyit megkérdeznék, mert én nem látom a válaszokat, hogy pont velemes iskola tag van-e köztünk itt a jelentkezők közt. Nem írtak vissza, legyenek kedvesek, írjanak vissza, hogy a pont velem programot ismerik-e, csak hogy mennyire hosszan meséljek róla. De mindjárt rátérünk, hogy hogyan. Na, nagyon jó. Egy valaki válaszolt, köszönjük szépen. Akkor mesélek róla. Tehát a regisztráció teljesen ingyenes, az iskola és a diák ugyanúgy tud regisztrálni. A regisztráció nélkül is működnek a pénzügyi oktató funkciók, amit most be szeretnék mutatni. Tehát ott tartottam, hogy a bankvelem programnak az utazó iskola program része az, amire lehet regisztrálni, és teljesen ingyenesen kivonulunk iskolákhoz. Évente 100 iskolára kapunk pályázati úton keretet, a pénzirányító alapítvány támogatása által. Ők mind anyagilag, mind tananyagilag támogatnak minket, hogy ki mehessünk iskolákba. És akkor most nézzük a digitális pénzügyi részét. Tehát ott tartottam, hogy a gyerekek gyűjtenek elemeket, vagy részt vesznek tudásteszteken, regisztráció után saját folyószámlájuk lehet, amit a Pont Bankon, de most be is lépünk a Pont Bankba, a Pont Bankon keresztül tudnak kezelni ezeket a pénzeket a folyószámlájukon. Le tudják kérdezni az egyenlegüket, le tudják kötni a pontjaikat, sőt ezeket a pontokat át is tudják egymásnak utalni. Most én már ide beléptem egy felhasználói névvel, az egyik kollégám számláján fogunk most egy kicsit garázdálkodni, megpróbálok jó sok pontot elkölteni a nevében. Most így néz ki ez a felület, a Pontbank számlája. Van egy fő számlám, ahol látjuk, hogy kolléga már 434 pontot összegyűjtött. Láthatjuk itt ugye, hogy ő első osztályosként regisztrált, sőt meg tudjuk jeleníteni az osztályfőnök, a regisztráló tanár nevét is, ez a kapcsolattartó tanár. Minden iskolában, hogy ez a program működjön, szükségünk van egy kapcsolattartó tanára, egy pénzügyi kapcsolattartó tanára, aki koordinálja egyrészt a gyerekeknek a gyűjtéseit, másrészt aki ebbe a rendszerbe beregisztrált, oda általában sikerül eljutnunk programjainkkal, sőt, tanároknak képzéseket, pénzügyi képzéseket is biztosítunk teljesen ingyenesen. Most milyen pontok jelennek meg ezen a számlán? Ugye egyrészt vannak úgynevezett gyűjtőpontok, amiket nem máshonnan, mint a hulladékgyűjtésből lehet beváltani, hulladékgyűjtésért cserébe. Egy kiló eremér, mi, mint is vouchereg formájában pontokat küldünk az iskolába, a kapcsolattartó tanárnak, aki fel tudja tölteni a gyerek számlájára a pontokat. Itt látjuk, hogy vannak okos pontok, és vannak úgynevezett bónuszpontok. Ezekhez hozzá lehet jutni a különböző kvízjátékok során. Mi mindent tud még csinálni a gyerek? Hát természetesen fogja, és a pontjait mondjuk el tudja utalni. Nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a felület. Én most indítok egy új utalást. Itt akkor ugye megjelenik, hogy én erről a számlámról, mert akár több számlám is lehet, de én mondjuk a gyűjtő számlámról szeretnék átutalni valamennyi pontot, mondjuk egy közös gyűjtő számlára, vagy egy bármilyen másik, vagy az én egyik másik számlámra. Én most ide beírom, hogy az utalás összege mondjuk 20 pontot szeretnék átutalni, kedvezményezett számlaszáma, és ezt most megpróbálom elindítani. És ugyanúgy, ahogy a való életben is, kapok egy ellenőrző felületet, hogy át szeretnék 20 pontot utalni, és kellene a jelszó, amit sajnos nem tudok, úgyhogy nem fogom tudni tovább mutatni, de hogyha ezt leokéznám, akkor kapnék egy összefoglaló visszajelzést arról, hogy én valóban átutaltam a az egész rendszert pontosan arra találtuk ki, hogy egy kicsit leképezzük játékos felület keretében, hogy a való életben a gyerekek majd a pénzkezelésük során milyen tevékenységekkel, milyen feladatokkal fognak találkozni. Ugye, hogyha egy általános iskolás gyerek fejében már egyáltalán a számla fogalma, a folyószámla, az átutalás, a lekérdezés, az egyenleg fogalmai játékosan beépülnek, felnőtt életben talán már egy kicsit könnyebben fog boldogulni, hiszen ha visszagondolunk, én magam például talán egyetemista voltam, mire először
találkoztam azzal, hogy nekem számlát kell nyitnom, és kezelnem kell, tartalékolnom, spórolnom kell, kezelnem kell a saját pénzemet. Természetesen zseppénzem volt, de olyan komoly felnőtt szinten azért már bőven 18 felett találkozunk ezzel a való életben. Nos, hogyan lehet még pontokhoz jutni a gyűjtésen kívül? Hát ez a játékbank felülete, ami a mai webinárium óránk egyik első és legfontosabb állomása. Ahhoz, hogy a játékbank pénzügyi tudástesztjeit ki tudjuk próbálni, nem szükséges a programba regisztrálni. Ahhoz, hogy pontokat gyűjthessünk, és az előbb bemutatott pontbankos funkciókat valóban a gyerekekkel együtt végig tudjuk nézni, ki tudjuk próbálni, ahhoz viszont érdemes regisztrálni. A játékbank, egy pillanatra a PPT-re visszalépek, ugyanis a játékbankhoz el kell mondjam, aktuális diától, így van, hogy a játékbank tulajdonképpen a pénzirányítő alapítvány által kiadott, itt próbálom mutatni a kis kamerában, a pénzirányítő alapítvány által kiadott, hogy is bocsánat, általános iskolás tankönyv. Ezek a tankönyvek nem régiben jelentek meg, az első néhány ezer már kiosztásra is került, a programunkon keresztül hozzá lehet jutni, vagy a Kelló felületéről ingyenesen meg lehet rendelni. Általános iskolásoknak, 7.-8. évfolyamosoknak szól, és munkafüzetet is biztosítunk a tankönyv mellé. A játékbankban tulajdonképpen ennek a tankönyvnek a tananyaga került feldolgozásra, rövid kérdéssorokon keresztül, különböző témacsoportokban lehet kipróbálni ezeket a feladatokat. Pontosan azért találtuk ki, hiszen tudjuk, hogy mennyire leterheltek a pedagógusok, mennyire nehéz beépíteni, már pedig nagyon fontos lenne beépíteni a pénzügyi oktatást a mindennapi tanrendbe. A játékbank egy-egy kérdés sorának köszönhetően akár egy osztályfőnöki óra keretében, vagy egy matematika óra első 5 percében könnyen be lehet vonni ezeket. Nézzük most egy új feladatsort, én a családi költségvetésre klikkeltem most rá, ami egy alsós tananyag, azt mondja, hogy az alábbi szórásból, hűha, nézzünk talán egy másik feladatot, de van egy ilyen szórás jellegű feladatsor is, de lehet, hogy bemegyek egy másikba. Azt mondja, választ ki a helyes megoldást, tehát ez egy könnyű, rövid, klikkelős játék, ennyi volt az átlagkereset, számolt ki, hány forinttal emelkedett a nyitó átlagkereset, hát én most kifelek ide egyet, és azt mondom, hogy menjünk, lépjünk tovább. Igen? Beküldöm a választ, és nézzük, tovább dob a következő kérdése. Keresd meg a kártya párját, egy egyszerű memóriajáték. Én azt hiszem, hogy 3-4 kérdés sorból áll talán, ja értem, a képet kell a szöveggel összepárosítani, aha. Hát ezt most nem fogjuk végigjátszani, de itt nem tudjuk, nem találtam el, nem jól emlékeztem. Ehhez még egy kicsit korábban is kevés kávét ittam, azt hiszem. No, úgyhogy ez tehát a játékbank. Nagyon fontos, hogy a játékbank korosztályi bontású. Itt látjuk is, hogy első, negyedik, tehát alsósoknak szóló, 5., 6. évfolyamosoknak, 7., 8. A játékbank során bónuszpontokhoz lehet hozzájutni, amik ugyanúgy megjelennek a számlán azonnal, és ugyanúgy lehet velük gazdálkodni. Itt például egy szövegkitöltős feladat van, azt mondja, két csoportba tegyük a kártyákat, melyik kíméli jobban a környezetet, és akkor itt lehet szépen behúzogatni, húzni a így. Nagyon jó. Szuper. Kevésbé károsító, környezet károsító. Nos, ez tehát a játékbank felülete. A pontbankban tehát tudom a pontjaimat kezelgetni, kezelni, átutalni, lekötni, az egyenlegemet lekérdezni, sőt, mi több, ha a gyereket természetesen szülői engedéllyel regisztrálnak, és megadják a telefonszámokat, SMS értesítést is kapnak, ami teljesen ingyenes. Fontos elmondani a lekötés funkciót. A gyerekek leköthetik a pontjaikat, hogy kamatozzanak, hosszabb, rövidebb távokat fogalmazhatnak meg, leköthetik pár hétre, pár hónapra, hogy kamatozzon a pontjuk, a pénzük. Mi most éppen 22%-os kamatot kínálunk,
ami azért azt gondolom, hogy sokkal jobb, mint a való életben, tehát egy kis motiváció, hogy a gyerekek kipróbálják ezt, és megtanulják, hogy hogyan lehet egy picit hosszabb távon gondolkozva, takarékosan egy nagyobb cél elérése érdekében gyűjteni okosan a pénzt. A pénzt utána el tudják a pont boltban tölteni, ezzel nem is húznám, itt a pontból, nem is húznám hosszan az időt, csak röviden beszeretném mutatni, nem csak játékok kaphatóak nálunk, vagy beválthatóak pontért, hanem könyvek, élmény, ajándékok, sportolási lehetőségek, és természetesen jótékony célokra is fel tudják a gyerekek ajánlani a pontjaikat. Hihetetlenül meglepő, de minden évben több százezernyi pontot ajánlanak fel országos szinten a gyerekek jótékony célra, és ez igen szívet melengető, hogy ez a kampány, ez a program tud így működni, és a gyerekekben benne van a segítés, a jó szándék. No, ez a Pont Velem program, és említettem az előbb már egy picit a pénzirányzó alapítványnak a nevét, úgyhogy most át is térnék a pénzirányzó alapítványnak a programjaira, csak előtte szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg az eddigiekkel kapcsolatban kérdésük. Esetleg még a Pont Velemről annyit elmondok, borzasztó egyszerű a regisztrációs folyamat, itt ezt a legelső oldalon meg is tudom mutatni. Itt van. Ja, itt, ahol most be vagyok jelentkezve, itt lenne egy regisztráció fül, hogyha nem lennék bejelentkezve, és itt tudnak könnyen regisztrálni. Ugye regisztrál az iskola, kell egy kapcsolattartó tanár, és már benne is vannak a rendszerben. Hogy miért érdemes ebben a több mint 1100 iskolát magá felölelő rendszerbe bejelentkezni? Nos, azért, mert nem csak ezeket a funkciókat tudják kipróbálni, hanem folyamatosan vannak képzéseink, pályázati lehetőségeink, ingyen programjaink. Közben itt pörgetem, hogy hány-hány iskola országos szinten már a tagunk. A kapcsolattartó tanár e-mailben értesítést kap tőlünk körülbelül havi szinten, ahol megtudják a legújabb lehetőségeket, megtudják a híreket a legújabb lehetőségeinkről. Azt a részt keresem, ahol látjuk, hogy hány. Igen, de van egy ilyen térkép. Térkép. Itt van. Térkép megjelenítése. No, ennyi vagyunk. Úgyhogy, ha még nem regisztráltak, akkor esetleg nézzenek utána a felületnek. Itt láthatunk egy Mobidik fület is. A Mobidikben ugyanúgy a fenntarthatósági témák oktatása és a pénzügyi oktatás megjelent, amivel mi utazzuk az országot, ez a bizonyos mobil tanterem, és hát a Pont Velem programon keresztül ez is elérhető. No hát akkor, hogyha nincsen kérdés, akkor tovább lépnék a pénzirányzó alapítvány, aki a szakmai anyagunkat és az anyagi támogatást biztosítja a pénzirányzó alapítvány oldalára, hiszen ott is jó pár olyan online játék elérhető, amely a pénzügyi tudatosságot segíti elő. Az első a pénzügyi személyiségteszt, ami nem is annyira játék, vagyis hát egy játékos, nagyon érdekes, kedves kis tesztecske, amit ki lehet tölteni. A pénziránytű.hu oldalán, ha az Értem a pénzem menüpontba belépünk, akkor a játékos feladatok fül alatt pénzügyi személyiség tesztre klikkelve el tudjuk indítani ezt a személyiség tesztet. Hát én most ezt el is indítom, jó pár kérdés van benne. Ha ezt végig klikkeljük, akkor a legvégén, most én teljesen találomra, olvasás nélkül gyorsan végig pötyögtetem, de itt látjuk, hogy mindenféle kérdés van az általános viselkedésünkről, amit a program a pénzügyi tudatosságunkra vetít, és a végén ad nekünk egy elemzést, sőt, mi több, jó tanácsokkal is ellát, hogy hogyan tudok egy kicsit spórolósabban élni. Hát jó sok kérdés van, természetesen, mint minden teszt, ez is alapos, hogy aztán korrekt eredményt tudjon mondani, de itt már mindjárt a végére érek, teljesen random olvasás nélkül klikkeltem végig. Azt szeretném önöknek megmutatni, kihagytam egy pöttyöt, azt szeretném önöknek megmutatni, hogy mit ad ki. Na itt vannak a dimenziók, ugye? Tehát onnantól, hogy egyáltalában nem figyelek a pénzügyi tudatosságomra, egészen odáig, hogy nagyon mértéktartós, spórolós vagyok,
elhelyez engem egy skálán, és utána el is tudom olvasni, hogy ez pontosan mit jelent. Jobban, nagyon jól tervezem a pénzügyeimet, mértéktartó vagyok, ügyesen takarékoskodom, mennyire vagyok szorgalmas, és itt a kis leírásban tanácsokat is ad. Ez nagyon jó pofa, amikor egy osztályban megpróbálom végig klikkelni a gyerekekkel, és végig nézzük, hogy ki hogyan gondolkozik. Nagyon jól el tudja a beszélgetést, ez a személyiségtest indítani, hogy mi lehet a fontos, mik azok a szempontok, amik alapján még tudatosabban tudjuk a pénzügyeinket kezelni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom a pénziránytű.hu oldalán pénzügyi személyiségtest. Ezen az oldalon online játékok is találhatóak, ezeket is szeretnénk önöknek megmutatni. A menüsorban az iskolai programoknál a játékokra megyek rá, de mielőtt ebbe belekezdek, látjuk itt a pénzhét fület. Közben szeretném megkérni, hogy a jelenlévő tanárok közül legyenek kedvesek, akár egy ilyen készfeltartós visszajelzést, vagy egy igent írjon be az, akinek az iskolája a pénzhét téma hetén részt vett. Kérem, hogy erre írjanak be nekünk. A pénzhét ugye az egyik tematikus témahét, ami megrendezésre kerül minden évben, ez nemrég volt. A pénziránytű alapítvány neve innen lehet ismerős, hiszen a pénzhét tananyagait évről évre ők állítják ki, és ők a szervezői, lebonyolítói a tematikus hétnek. Talán, hogyha a pénzhéten részt vettek, akkor már a tankönyv sem lehet újdonság. A pénzhétnek a tananyaga az, ami a Bankvelem program tananyagát is képezi. A Bankvelem utazóiskola program, amikor mi kimegyünk iskolákba minden évben, a Bankvelem utazóiskola program tananyagai mindig az előző év pénzhét, vagy az elkövetkezendő év pénzhét tananyagainak anyagait dolgozza fel játékos formában. Erre egy utazó játszóházunk is van, játékos eszközök, amik a pénzhét tananyagainak a témáit mutatják be, dolgozzák fel interaktív formában. Innen lehet ismerős tehát a pénziránytű neve, és örülök, hogy van köztünk olyan, aki már ezen részt vett. Ha netán még nem próbálták, akkor nagyon-nagyon ajánljuk, nagyon kalandos, változatos, sokféle fontos témát feldolgozó, a családi költségvetéstől kezdve a banki funkciókon át, a hitelfogalmával, sok mindennel megismerkedik. No, de hát nem csak abban az egy hétben koncentráltan tudunk pénzügyekkel foglalkozni, ugye egyrészt az eddig bemutatott Bankvelem program során a gyerekek egész évben aktivizálhatóak, másrészt itt a pénziránytű oldalán nagyon jópofa játékok vannak, amelyek egy kicsit nagyobb lélegzetvételű időt igényelnek, akár egy órát is, vagy egy egész tanórát, mint a pénzügyi személyiségteszt, de mindenképpen érdemes megnézni. Többféle játék van itt ezen az oldalon, a gyümölcspiac, ahol a kereslet-kínálat arányában egy nagybani piac életébe tudunk betekinteni, a kereslet-kínálat változtatásával tudják a gyerekek kipróbálni, hogy hogyan működik maga a kereskedelem, hogyan tudom irányítani a keresletet és a kínálatot. Különböző gyümölcsöket kell vásárolni, és megpróbálni eladni a többi játékosnak. Ezt fogjuk mindjárt megnézni, bemutatni itt a kollégáimmal, be fogunk lépni együtt erre a felületre. Van egy tőzsdejáték, amit mi nagyobbaknak ajánlunk, már felsősöknek, vagy akár középiskolásoknak. A tőzsdejáték során a különböző hírek érkeznek, amik a tőzsde ingását, változását befolyásolják, és ennek függvényében, a hírek értelmezése függvényében kell ügyesen kereskedni a papírjainkkal a részvényekkel. A remek süti játékban egy édességvállalkozást indítunk, ügyesen kell megtalálni az arányát a minőségi alapanyagok megvásárlásának, és annak, hogy mennyi pénzt fordítok reklámozásra, és hogyan tudom eladni a süteményeimet, éppen milyen aktuális áron. Kis haszonnal, vagy hirtelen meggazdagodva nagyobb haszonnal próbálok variálni. Ezt mutatja be a remek süti, több fordulón keresztül több játékos tudja játszani, és itt is ugye a kereslet kínálat, de még mellé egy ügyes marketing gondolkodás is felmerül, hogy a remek sütiben első helyezést tudjuk elérni. A csúcsmeló egy önálló, egyedül játszható játék, ahol a gyerekeknek
Föl kell építeniük egy életet tulajdonképpen, tanulni, munkahelyet találni, és ebben lehet önállóan egy kicsit elmerülni, és ennek a pénzügyi szempontjait megvizsgálni. Nos, én a gyümölcspiacot szeretném önöknek megmutatni. A gyümölcspiacot bármilyen eszközről tudják játszani, akár a gyerekek a telefonjukról is simán behívhatják, vagy tabletekről, vagy számítógépekről, bárhonnan. Van egy tanári felület, ahonnan a játékot el tudom indítani, ez az új játék része. Itt tudom beállítani, hogy hány körön keresztül szeretnék játszani. Ugye 3-tól 10-ig választhatok, én most egy 3 körös javaslok, pontosan azért, hogy minél rövidebb idő alatt be tudjuk önöknek mutatni magát a programot, és be tudom állítani a körök hosszát, vagyis hogy mennyi időt hagyok a gyerekeknek gondolkodni. Az a javaslatunk, hogy az első körben hagyjanak több időt, hogy végig tudják magyarázni a gyerekeknek, hogy hogy működik, aztán lehet azzal ügyesen marinálni, hogy egy picit rövidebb időt, akár 1 percet hagyok csak a gondolkodásra, és ki hogyan tud ebben gyorsan kapcsolni. Nos, ekkor a program generál egy kódot, és ezt a kódot kell a gyerekeknek a játék indítása felületen beírni. Most én is, mint gyerek fogok belépni, a kolléganőm közben itt generált egy kódot, csak azért, hogy meg tudjam önöknek mutatni, hogy hogyan működik ez a felület, mi az, amit a gyerek lát. Nos, a kód, azt gyorsan bekötyögöm innen, és itt el közben nézzek, és a nevem az azt mondja, hogy mondjuk szóba lesz a nevem. Persze. Na, és akkor belépek a létrehozott játékba. Itt látjuk, hogy a kollégáim már benn vannak, Niki, Imola, Máté, szóba lesz, nagyon jó, és akkor a kolléganőm mindjárt el is fogja indítani ezt a felületet. Nos, almát, körtét és banánt tudok vásárolni, az almának 50 forint a kilónkénti ára, a körtének 60 forint, a banán 100 forint. Ezt kell nekem ügyesen kitalálnom, hogy én mennyit vásároljak, hány kilót, ez fontos, tehát nem a pénzt kell beírnom, hát én mondjuk vásárolok 10 kiló almát, és vásárolok 10 kiló körtét, és mondjuk legyen az a taktikám, hogy banánt nem vásárolok. Viszont meg kell határoznom, hogy ezt milyen áron adom el. Hát én most megpróbálok nagyot húzni, nagy haszonra hajtok, úgyhogy jó sok százalékot teszek rá. 50 forint helyett 70-ért adom az almát, a körtét pedig 100-ért, banán pedig most nem veszek. Ha megnyomom a tovább gombot, akkor tudok tovább lépni a játékban, azaz lezártam a kereskedésemet. Itt láthatom föl, hogy mennyi időm van még van 1 percem gondolkozni. Látom, mennyi pénzem van, mennyire vásároltam alapanyagot, és most mennyi pénzem van még jelenleg, de majd mindjárt kiderül, hogy a többiek is közben vásároltak, mindjárt kiderül, hogy én vajon jól gondolkoztam-e, hogy alma és körte monopólium kívánok lenni. Úgyhogy most nyomtam egy tovább gombot, látjuk, hogy már 0 játékos kereskedik, én voltam az utolsó, és most a tanár nyom egy új körindítást. Itt még most egyelőre csak azt látom, hogy mennyire volt sikeres a vásárlásom. Mindent el tudtam adni, ugye látjuk, nem maradt semmi a kosárkámban, és lett 5600 forintom. Na hát ez úgy tűnik, hogy jól bejön, úgyhogy a következő körben ráemelek még az almára, és azt a taktikát választom, hogy belecsapok a banán bizniszbe is, méghozzá egy dupla haszonra, hát ha mások nem vettek banánt, és meg tudom esetleg én a banánpiacot csípni. Nyomok is egy tovább gombot, most már 0 játékos kereskedik, úgyhogy mindjárt meglátom, majdnem mindent el tudtam adni. Ugye almát nem tudtam eladni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valaki, amit majd a végén egy kiértékelésben fogok látni, valószínűleg valaki olcsóban adhatta az almáját, a program mindig a gyorsabb, olcsóbb mennyiségeket teszi meg. A banánomat viszont ügyesen el tudtam adni. Na hát akkor én el is pártolok az alma bizniszről, és rámegyek a körtére. Egy nagyon kis haszonnal gondolkozom, hát ha jó sok körtévet el tudom adni. Közben azt is néznem kell, ugye itt a lap tetején, hogy még mennyi pénzem van, tehát túlvásárolni nem tudom magam. Viszont a banán nagyon jól bejött, úgyhogy egy kisebb haszonkulcsal, de megpróbálok még banánt eladni.
Hogyha egy lentebb görgetek, láthatom a saját grafikonomat, láthatom, hogy mennyire ügyesen tudtam növelni, vagy éppen csökkenteni a pénzemet. Hát én olyan ügyes vagyok, hogy gyakorlatilag meg sem mozdult a pénzmennyiségem. De majd mindjárt fogjuk látni, ugye a harmadik körben vagyunk, tehát mindjárt vége az egész játéknak, fogjuk látni a többiek értékelését, ki is jött. Hát én vesztettem. El kell azt a kis belső titkot áruljam, hogy ez nem csoda, mindig én vesztek ebben a csapatban. És Niki nyert. Na nézzük a Nikinek a kereskedését, és láthatjuk, hogy Niki szintén almában utazott, az, hogy ez az egyes kör így van, itt láthatjuk Niki vásárlásait. A kettes körben, igen, tehát ő stabilan tartotta az alma vásárlást, kivétel a hármas körben, ugye jól látom, ott átment inkább a történe mentél, viszont úgy látom, hogy Niki taktikája az volt, hogy ő kis haszonnal, viszonylag kis haszonnal dolgozott. Így láthatjuk a változást. Hát én egy nagyon kellemes mélyrepülésbe kezdtem itt a végén, de a többiek is ki a zöld? Máté. Máté nagyon ügyesen feljött. De nem, ja nem az a tárat. Igen, tehát az fontos kitölteni. Nos, ez a gyümölcspiac. Ez a gyümölcspiac. A gyümölcspiac játék nagyon jó arra, hogy szemléltessük azt, hogy milyen érzékenyen tud a kereskedelem változni, milyen érzékenyen reagál a piac a való életben is arra, hogy éppen mennyi a kereslet. Hogyha rajtam ragadt volna alma, mint ahogy a második körben rajtam ragadt, azt a következő körben el tudom adni, de már csak olcsóbban. Tehát lehet, hogy megveszi a program, de csak akkor, hogyha a többiek nem vernek rám árban, vagy éppen mennyiségben. Ha mindenki almát vett volna, és mindenki almát árul, akkor a program nem vásárolta volna föl mindannyiunk almáját. Tehát a való életet próbálja letükrözni, és ennek a grafikonnak a segítségével nagyon jól végig lehet a gyerekekkel ezt beszélni. A gyümölcspiac tehát online elérhető, ajánljuk mindenkinek, a pénziránytű.hu oldalon van, az új játéknál tudjuk tanárként a kódot generálni, és a gyerekek a játék indításával bármilyen eszközről be tudnak lépni, és végig tudják. No, ezek tehát a pénziránytű alapítvány játékai. A tankönyv, igen, a tankönyvről meséltem. A tankönyvről még egy mondatot hadd mondjak. 33 leckén keresztül dolgozza fel a különböző pénzügyi kérdéseket a tankönyv. Egy nagyon játékos, rajzos kis grafikája van. Minden leckén belül különböző feladattípusok találhatóak, úgyhogy akár szemelvényenként is meg lehet próbálni ezt egy-egy tanóra keretén belül beépíteni az órába, és ahogy mondtam, le is tölthető a pénziránytű felületéről a küldetések a pénzvilágában címszó alatt, és a Kellótól meg is rendelhető. Nos, igen. A következő, ami érdekességet még pénzügyet és digitális oktatás témakörben meg szeretnénk mutatni, ez pedig a Zseppénzem applikáció. A Zseppénzem applikációhoz, bocsánat, be kell lépnem egy hívva. A Zseppénzem applikáció androidos eszközökről elérhető, ez a kis logója, ezt kell keresni, a store-ból teljesen ingyenesen letölthető. A Magyar Nemzeti Bank fejlesztette és adta ki ezt a kis szoftvercsomagot, vagy kis szoftver applikációt. Itt is megpróbálom bemutatni, nem tudom, mennyire látszik. A Magyar Nemzeti Bank készpénz logisztikai osztálya kidolgozott egy bankjegybiztonság órát, egy bankjegybiztonság órát dolgoztunk ki velük együtt közösen, és most leszeretném, ennek is leveszem a hangját, leszeretném vetíteni, hogy hogyan is működik ez az applikáció, ami szintén bármilyen eszközről elindítható. Nos, hogyha ezt elindítjuk, akkor a bankjegyeinket láthatjuk, a programban egy háttérvilágítást is be tudunk állítani, így a vízjelekkel ismerkedhetünk, mert UV-fénybe is be van fotózva minden egyes bankjegy, megnézhetjük azokat a biztonsági jegyeket, amik UV-lámpánál láthatóak. Éppen most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy új pénzeink jelentek meg, így a régi pénzek bevonásra kerülnek, ezeknek a határidejeit is a kis applikációban elolvashatjuk.
Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek a tudatos pénzkezelés mellett tudatosan kezeljék úgy is a pénzt, hogy a kezükben van, ismerjék, hogy mik azok a jelek, mik azok a biztonsági jegyek, amik megjelennek egy-egy bankjegyen, és amivel tisztában kell lenniük. Nem csak azért, mert hát hamis pénzzel bármikor találkozhatunk, hanem ez is a része a mindennapi életünknek. Minden nap a zsebünkben van, forgatjuk a bankjegyeket, érdemes tehát velük végig nézegetni, hogy melyik pénzen mit kell egyáltalában nézni, kik vannak ezeken a pénzeken, és milyen biztonsági jegyek vannak. Egy picit ide visszaklikkelek, ugye itt a hologramcsíkról, a vízjelekről, a különböző olyan felületekről érdemes beszélni, amit a gyengéllátóknak fejlesztettek ki, amik tapintással érzékelhetőek, vagy amik egy kis mozgatással láthatóak, átvilágítással akár. Érdemes megemlíteni a bankjegyek sorszámait, és egy kicsit erről beszélgetni a gyerekekkel. A zsebpénzem applikációban ez mind kipróbálható, végignézegethető, sőt, mi több, hogyha egy-egy ilyen kijelölt pontra rámegyünk, akkor a programban egy részletes leírást el is olvashatunk arról az adott biztonsági jegyről. A bankvelem program tehát egy nagyon összetett program, amit most beszerettem volna önöknek ma mutatni. Beszéltünk ugye egy iskolahálózatról, ahova be lehet regisztrálni, és beszélgettünk olyan digitálisan elérhető felületekről, amik a pénzügyi oktatást röviden, játékosan segítik. A bankvelem programnak, aminek itt a molinója mögöttem látható, nem csak ez a kicsi kutya a kabalállata, hanem mindig velünk utazik a kis malacka, Röffencs, aki a takarékoskodást próbálja nekünk tanítani. Úgyhogy itt van velünk a kis Röfikénk, és beszéltünk arról, hogy a bankvelem utazóiskola programon kívül és a tankönyvön kívül mik azok a felületek, ahol a gyerekek a számítógépen keresztül megismerkedhetnek, vagy egy kicsit tanulhatják a pénzkezelést. Ez volt ugye a Pontbank, gyorsan még egyszer rá lépek, ez volt a Pontbank felülete, így van, itt látható, a játékbank, ahol ugye a tankönyvnek a kérdéseit lehetett végig próbálgatni, itt van játékbank vízek, és ugye beszéltünk a pénziránytű alapítvány online játékairól. Most pedig búcsúzóul, azért is foglaltam össze, szeretnénk önöket egy közös játékra meghívni. Talán ismerik a Kahoot nevű alkalmazást, de mielőtt ebbe belecsapunk, megint megkérdezem, hogy van-e esetleg kérdésük, ha ezt most föltennék nekünk online, várunk egy picit, mert nagyon szívesen válaszolunk rá. Gyorsan addig elmondom, hogy a zsebpénzem alkalmazás, ugye mondtam, androidos felületeken fut, tehát tableten, telefonon lehet könnyen lehívni, de a Magyar Nemzeti Bank oldalán megtalálhatóak ezek a képek, és ott is végigkereshetőek a biztonsági jegyek, ami egy másik hatalmas, nagy, izgalmas témakör. Nos, ha nincs kérdés, akkor viszont meg szeretném kérni önöket, hogy valamilyen eszközt készítsenek be maguk mellé, egy telefont vagy egy tabletet, és a kahoot.it felületet legyenek kedvesek beütni. Ezt most be is tesszük a chatbe ennek a linkjét, kahoot.it. A Kahoot tulajdonképpen egy olyasmi rendszerű játék, mint a Legyen Ön is milliómos. Egy kérdés lesz a tetején, és négy válasz lehetőség. Igen ám, csak azért fontos, hogy valamilyen másik eszközön jelentkezzenek be, mert én itt ki fogom vetíteni a tanári felületet. A tanári felület a create.kahoot.it oldalon generálható, itt tudjuk megszerkeszteni a kérdéseinket. Mindig négy válasz lehetőség van, és általában vagy mind a négyet elfogadhatónak, vagy hármat, vagy hetet, egyet jó válaszként jelölhetünk meg. Általában az a legegyszerűbb, hogyha egy jó válasz van, tehát ez egy ilyen választás. Én majd csak olvasom a kérdéseket, köszönöm. Viszont azt, ha megtennék, hogy, vagy azt mindjárt látjuk, hogy sikerült-e bejelenteni. No! Tehát itt tudom megszerkeszteni a kérdést, és akkor a játék úgy fog kinézni, hogy egy kérdés meg fog jelenni a tetején, ezt én fogom olvasni, és a négy válasz, amit most itt fognak önök az én kivetítésemben látni, viszont a saját eszközükön tudják majd a helyes válaszra rábökni, vagy ráklikkelni.
A válaszokban a kis csavar, hogy nem a válaszok fognak az önök felületén vagy a ti felületeken megjelenni, hanem csak színek. Minden válasznak lesz egy színkódja, lesz piros válasz, kék válasz, zöld válasz, sárga válasz, és egy színt kell ügyesen választani. Na hát csapjunk is bele, és akkor rögtön érthető lesz. Generálunk gyorsan egy kódot hozzá, ezt a kódot kellene majd beírni, mindjárt betölt. A kódot is betesszük ide a chatbe. Azt mondja, hogy úgy néz ki a kód, már is mondom, kicsi idő. Nos, a kód 63774. 63774, és jelentkezzenek be, hogy lássuk, akár a saját nevükön, akár valamilyen fantázia néven. Egy nagyon rövid, 4 kérdéses játék lesz az eddig elhangzottakról. Akkor remélem még itt vannak. Na nézzük. Na hát, ha hárman vagyunk, senki többet harmadszor, még egy icipicit várunk. Tehát 63774 a kód. Na, akkor szerintem elindítom a játékot. No, tehát 4 rövid kérdés lesz, a színre kell csak klikkelni, és akkor nézzük, hogy mik a mi búcsú kérdéseink a mai pénzügyi webináriummal kapcsolatban. Minek a rövidítése a Mobidik, ugye az elején elhangzott, az a program, aminek keretében mi dolgozunk, azt mondja, mondjuk bizony dínyek ellene, mobilizált biztonsági őrök dinamikus köre, munkásbizottság díjkiosztó kuratóriuma, vagy pedig a mi mobil digitális iskolánk. Ketten már válaszoltak, egy ember lemaradt. Nagyon jó, mindenki válaszolt, így van, a mobil digitális iskola, ez vagyunk mi. Nézzük, ki volt a leggyorsabb, Évola. Találkozott korábban a pénziránytű alapítvány tankönyveivel? Ez a kérdésünk, igen, rendszeresen használom, igen, de még nem használtam. Nem, használni szeretném, vagy nem, és nem szeretném használni. Nagyon jó. Évola volt a leggyorsabb. Hány százalék éves kamatot adunk a Pontbankban, amiről meséltem? 5%-ot, ami az életre nevel, 22-t, ez az a motiváció. 40% bár csak valóság lenne, vagy nem tudom. Így van, 22% kamatot kínálunk a Pontbankban a gyerekeknek, hogy a pontjaikat kamatoztathassák. Utolsó kérdésünk, mi a bankfelem kabala állata? Itt mutatom, csirke, teve, malac vagy kutya, ő nem más, mint röppens, a mi kis malacunk, így van. Na hát akkor gyors eredményhirdetés. Niki az első. A tanult felületét gondolom, hogy ismerik, hogyha mondjuk egy tananyag visszakérdezésére szeretném használni, vagy egy témazáró előtt játékosan az egész osztályban mindenki a saját kis mobiltelefonjával fel tud lépni, akkor itt az eredményeket ki is tudom egy Excel táblázatba tenni, amit most én nem fogok megmutatni, de akár végig lehet nézni, hogy melyik gyerek mire, milyen ügyesen válaszolt. No hát mi ennyit gondoltunk mára. A Mobidik mobil digitális iskola reméljük ősszel újra útjára indul, nyáron pedig táborokban lehet majd minket fellelni. A mobil digitális iskolában, mint említettem, tananyagfejlesztéssel, tanárképzéssel foglalkozunk, nem csak pénzügyet oktatunk, de a pénzügyek témaköre nagyon nagy hangsúlyt kap nálunk, nagyon nagy szerepet, hiszen sok éve dolgozunk, fejlesztjük a tananyagokat, járjuk az iskolákat, sok éve dolgozunk ebben a programban, úgyhogy keressenek minket, köszönjük szépen a figyelmet, és búcsúzóval még itt a diában, jaj, elklikkeltem, bocsánat, egy elérhetőséget mutatunk. Ha bármi kérdésük van, akár még most is pillanatot várunk a chatfalon, vagy hogyha tőlünk bármilyen kérdésük van a programjainkkal kapcsolatban, akkor keressenek minket bátran, és köszönjük szépen, hogy ezt a délelőttet velünk töltötték. Akkor elköszönünk lassan. A viszontlátásra! Köszönöm.
Kedves Eszter, nagyon szépen köszönöm az informatív, érdekes előadást, és köszönöm szépen a vendégeknek is, akik meghallgatták ezt az előadást. Tényleg ezen a szünet első napi hangulatában már kicsit nehezen szervezhető délelőttön. Annyit szeretnék akkor még mondani, hogy a cseten én már is közzéteszem a linket, amelyen a kollégák igazolást tudnak kérni tőlünk. A videófelvétele ennek az előadásnak pedig hamarosan elérhető lesz a YouTube csatornán, a Digitális Téma egy YouTube csatornáján. Mindenkinek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, jó pihenést, és találkozunk a Digitális Téma héten. Köszönöm szépen még egyszer az előadást. Viszont hallásra, szervusztok!